Rabok voltunk mostanáig, kárhozottak ős apáig, kik szabadon értem haltak, szolgaföldben nem nyughattak. Nincs könnyű feladata a zsűrinek, ugyanis közel 100 jelentkező közül kellett kiválasztaniuk a legjobbakat. A Tolna vármegyei rendőrfőkapitánysága a Tolna vármegyei cigány nemzetiségi önkormányzattal együttműködve hirdetett szavalóversenyt hátrányos helyzetű általános iskolásoknak, melynek apropója Petőfi Sándor születésének 200. évfordulója. A szervezők március 3-áig várták a videókat, amelyekben a költő egyik művét adja elő a versenyző. Most fogjuk értékelni azokat a verseket, amik a gyerekek küldtek internetes hozzáférésen keresztül, és itt innen választok ki azt a 10-15 gyermeket. Ugye juhász a szamárom, földig ér a lába, nagyon legény, de nagyon boldogtalansága. A zsűri több szempont alapján értékelt. Fontos volt például, hogy milyen verset választott az induló, vagyis hogy a korának, a személyiségének megfelelő szerzeményt adja elő a tanuló, de lényeges a pontos hangsúlyok használata is. Mi is beszeretnénk, mint cigányok, beszeretnénk szállni ebbe a 200 éves évfordulóba, és a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság és a Tolna vármegyei cigány kisebbség önkormányzat összefogásával készítettük el ezt a pályázati lehetőséget. A döntőt tehát március 14-én rendezik meg a Babits Mihály Kulturális Központban, ahol a legjobb 10 versenyző már egy szakmai zsűri és a közönség előtt szavalhatja el a videóban beküldött Petőfi költeményt.